Ebben az évben is több ezer ember látogatott ki a nyári fesztiválra, már napközben is. Már délután számtalan program közül válogathattak az érdeklődők. A megaprodukciókra azonban este került sor. Az idei Szent István napok első sztár fellépője Péter Fibori volt augusztus 19-én. Az előadó művész energikus koncertje megadta az este alaphangulatát. 4 éves álma teljesült a szervezőknek, amikor a Quimby elfogadta a Szent István napok meghívását, így a fesztivál első napján ők zenéltek a nagy színpadon. Nagyon jó volt. Igényes volt, megtaláltuk a számításunkat. Jó volt, én már második Quimby koncerten voltam, nem csalódtam. A színvonalas koncert végére meglepetést is tartogatott a banda. Az egyik legkedveltebb számukat Rémai Gráfú Fannikának küldték a művészek. Mesélj el a Lévius, mi milyen táborba is elmegy veled, mit ígért? A megható pillanatokkal és a 13 000-es közönséget odavonzó Quimby koncertjével még mindig nem ért véget a megaprodukciók sora. Késő este a pécsi Punani Masszív várta a rajongókat a kis színpad elé. A kiérkező vendégek már az első nap megelégedve tértek haza a nyári fesztiválról. Szuper volt, minden nagyon jó volt, jól érezték magunkat. Az idő is kegyes volt hozzánk, úgyhogy le a kalappa a szervezés előtt. A koncertek a környékbeli lakókat is Mosonmagyaróvárra csalogatták. Nagyon jó volt, mind a két koncertet igazán élveztem. A Péter Fish és a Quimby is nagy kedvencem. Pozitivizálom ezt az egész rendezvényt. Állami ünnepünkre, augusztus 20-ára igazi különlegességgel készültek a szervezők. A budafoki Dohnányi Zenekar adott szimfonikus koncertet, a zenekar vendéggel érkezett Mosonmagyaróvárra. Ugye a tömeget már megszoktam magam körül, mert az arénában ugye nagyon nagy számok vannak, az egy nagyon érdekes adat, és mi magam is elcsodálkoztam, akkor kiderült, hogy tavaly 450 ember dolgozott az aréna koncert hátterén. Úgyhogy megszoktam azt, hogy sokan vagyunk, és szerintem valószínűleg azért, mert ennyire jól össze vagyunk szokva, annak köszönhető, hogy gördülékenyen mentek a próbák, úgyhogy egy nagyon jó koncertnek nézünk elébe. És valóban így is lett. A szimfonikusok egyszerre csaltak könnyet a szemekbe, és mosolyt az arcokra az ismert filmslágerekkel. Havasi Balázs pedig zongorajátékával emelte a koncert fényét. Eső sem tartotta vissza a közönséget attól, hogy igazán jól érezze magát a szabadtéri nyári fesztivál záró produkcióján.